és sose szabad kirekeszteni, ami a múltból van. Sokat tanulhatunk. Úgy 1848-ból, mint 1956-ból, ami között van bizonyos közösség, mint a Diák Ferenctől, mint Széchenyitől. Nézze, nekünk olyan sok nagy emberünk volt ebben a 19. században. Akár legyen Petőfi Sándor, akár legyen Görgely tábornok, és így tovább. Mind ezek megmaradtak. Kossuth Lajos is sok gondolatot adott. Úgyhogy én amellett vagyok, hogy integrálom a dolgokat. Én tudom, egyszer annak idején, ez már több, 5 vagy 6 éve, hogy hát kérdezték tőlem, hogy mit szeretnék hallani, hát a Kossuth dalt szerettem volna hallani, mert szeretem. És te kérdezem, akkor valaki most mondta, hogyan lehet? De természetesen lehet, az a mi történelmünknek is egy része.